Jó napot kívánok! Az Erasmus Plus névadíja hosszú évek óta azoknak a munkáját honoráljuk, akik a jó között is a legjobbak. Az ő elismerésük példa és útmutatás azoknak, akik csak most tervezik a pályázatokat. A névadíj bizonyíték arra, hogy megfelelő előkészítéssel, következetes, alapos munkával és nyílt partneri kommunikációval elérhető a kiváló minőség. A névadíjakat hagyományosan a tavasz végi nagy Erasmus Plus konferencián szoktuk átadni, biztosítva ezzel a díjazottaknak járó megfelelő nyilvánosságot. Ezt most a járvány közepette nem tudjuk megoldani, ezért legalább itt, a virtuális térben szeretnék Tempus Kez Alapítvány nevében kifejezni őszinte ismerésünket és köszönetünket mind a hét nyertesnek. A NIVO-díj odaítélése során nem volt előzetesen meghatározott tematikai prioritás. Az Erasmus Plus program szerepét és lehetőségét tekintve mégis üzenetértékű, hogy a díjazott projektek a következő témákhoz kapcsolódtak. Digitális kompetenciafejlesztés, a helyi közösségek erősítése, a környezettudatos szemlélet formálása, illetve a szociális ágazatban dolgozó készségfejlesztése. Ezek a témák nem csak most, a járvány idején, hanem később annak elmúltával is kiemelten fontosak lesznek Magyarország és az Európai Unió számára. Most a járvány miatt a program legismertebb része a külföldi mobilitásokon való részvétel szünetel, de a program egyáltalán nem állt le. Továbbá is zajlik az intézmények közötti nemzetközi együttműködés, igaz, egyelőre elsősorban a virtuális térben, és a pályáztatás is folytatódik a következő ösztöndíjazási időszak előkészítésekkel. Kérjük tehát, hogy kövessék a NIVO-díjasok példáját, és kapcsolódjanak meg minél többen az Erasmus kínálta nemzetközi együttműködési lehetőségekben.